Te! Hallod, meg van a 250 feliratkozód. Nem csinálsz semmit? Mennyi? 250. Most csak hülyeskedsz. Kell csinálnom valami videót. Na szegasztók, déverek! Itt vagyunk, összejött a 250 feliratkozó, és úgy gondoltam, Lara, csinálok egy ilyen kis rövid videót arról, hogy pontosan hogy fog lezajlani, mikor fog lezajlani ez a sorsolás. Na szóval, ezekre a labdákra lesznek ráírva a neveitek, ezt már többször is elmondtam. Majd elmegyünk a helyszínre, ahol vár minket a mosolsológép, bedobáljuk a labdákat a gépbe, indítunk egy rövid programot, ami jól megkeveri a labdákat, majd 25 embert, 25 labdát ki fogok húzni a gépből, és abból a 25 labdából lesz kiválasztva a végén egy, aki meg fogja nyerni ezt a játékkonzolt. Lara, szét ne csapd! Aki meg fogja nyerni ezt a játékkonzolt. Na már most, azt még el szeretném mondani, hogy fontos, hogy az adatlapodon látható legyen az, hogy rám fel vagy iratkozva. Ugyanis, ha nem fogom tudni megnézni, hogy például XY, akit kihúztam, fel van rám iratkozva, akkor abból a 25 emberből fogok egy új nevet húzni, új labdát húzni, aki remélhetőleg már olyan profillal rendelkezik, amin nyilvános, hogy fel van rám iratkozva. Tehát ne felejtsétek el, egy hetetek lesz arra, hogy beállítsátok ezt az adatlapotokon, és február 24-én még egyszer mondom, szombaton 1 órakor pedig kiderül, hogy kié lesz ez a gép. Lara, most lehetetted. Lara segít nekem közben ráírni a neveket, mert nagyon sok van belőle. Aztán megyünk játszani. Ne felejtsétek el, hogy iratkozni ezután is lehet. Nem kell abba hagyni, mert folyamatosan lesznek nyereményjátékok még az év során. Köszönöm, hogy itt voltatok, hogy részt vettetek ebben a nyereményjátékban. Mindenki csekkolja le a profilját és nézze meg, hogy nyilvános-e a feliratkozói szám, vagy mit tudom én, hogy mi az. De szóval, hogy nyilvános-e a feliratkozásainak a száma. Talán így, vagy nem tudom. Köszönöm, sziasztok, Mr. D voltam!